Emlékeztek még a Fall Guys videónkra? Nem fog bejutni, nem fog bejutni. Ne üss félre, te szar! Nos, pont számilag én nyertem. Ha én nyerek, akkor a csicskám leszel egy napig egy videó erejéig. Úgyhogy ma egész nap a hugom, Clemmy, a szolgám lesz. Jobb helyezést értem el, ezért be kell majd csicskulni. No, God, please, no! FBI, open up! Jó reggelt. Nagy nap a mai. Nem. De, nagy nap a mai. Be kell csicskulj egész napra. Mi ez a büdös zoknó? Úgyhogy... Mint egy Disney mese. Vesztettél Fall Guysból, ezért tartozol nekem egy ilyen nap. Én is csicskultam neked még annó. Kelj fel, és csinálj 10 fekvőt, hogy ébredj fel. Hogy mi? Jaj, az jó. A trinyó, ez a jó. Trinyó, ez a trinyó. Roppant minden. Ez igen. Hogy belehaj. Mennyi sikerült? 2. Az elég. Persze, fiam. Na, most, hogy itt vagy, kérem, engedje meg a csapot. Ja, és mától Sir Alex vagyok. Engedje meg a csapot. Vegyél azt a kefét. Följ. Hol azt kéne mosat neked? Igen. Följ. Mi az, hogy túl? Mi? Miért dobott bele te? Hát ott a gyúha ott lemegy. Följ. Igen, most meg kéne mosd a fogam. Úristen, le fog szotyogni. Jézusom, ez ilyen nehéz. Várja, fel kell. Mi az, hogy ilyen nehéz? Jó, jó. De sinek. Jaj, Istenem, de hát most nyisd már ki a szádat, hogy valamit csináljál, hát ne csak előmossam. De ebben a legjobban kell. Mi van? Ne érteni. Mondja nyugodtan. Tűj! Istenem. Jaj, mit kell még csinálni? Fogd meg. Miért? Tedd a kezedbe, nyomj egy kicsit. Nem látod, mi van itt? Én látom, öregedsz. Azért, mert 21 éves a szakállam nő. Úgy. Csináljak. Oh, szépen. Ez hogy? Várjál már, jó, ez le fogsz szokteni, jó? Én fogom ezt csinálni? Igen. Készülj fel, hogy vérzeni fogsz szerint. Jó? Hú, ez nem fáj. Van egy olyan gond, hogy én ezt nem merem rád bízni, mert nem akarok véres arccal kivenni az utcára. És mit csináljak? Jó! jó, mondjuk én fogom ezt megcsinálni, ez takarod, Végre kész, megyek is fel, és Kleminek mondom, hogy mi lesz a következő feladat. Az mi a jó Isten? Ha végeztél hajvasolással, megyünk és vásárolunk valamit. Te vásárolsz a saját pénzedből. Pénzem sincs. Kéne asszisztálj, érted, na gyere na. Ja, és igen, ma te leszel a sofőröm. Az csak jó. Tudsz vezetni? Persze. Hány éves vagy? 15. 15 évesen van jogsid? Az igen, hé? Ma, bocsánat. Mielőtt elindulnánk. Látod, mit tettél? Mi a hajom van? Előre, ha felfel. Mit csinál? Minden ízék? Most kérem ide a másik pólón. Hú, van a fejed, várjál. Köszönöm szépen. Aztán, itt még nem ültem. Hallám, mutasd meg, hogy tudsz vezetni 15 évesen. Legalább az első lépést tudod, hogy kell? Igen. Oh my god. Kb. Ennyi gondom, itt megáll a tudomány. Biztonság jöv. Itt kb. Megállt a tudomány, mert nem szórakozunk közúton, úgyhogy én fogok vezetni. Azért elhitted, hogy vezethetsz, hogy? Persze. Hát majd pár év múlva, talán odaadom pár év múlva. Talán, azt mondjam. Ugat most is tudtál nekem rendesen? Megborotválkoztat is tudtál? Egyedül eddig a póló levételes felvétel ment. De én megborotválkoztattalak volna, de nem hagytad. Hát nem akartam véresen utcára jönni. Neked az lesz a dolgod, pakolj oda mindent. Minden. Minden. Szeretnék ilyen üdítőket. Ügyes, ügyes, oda bele. Köszönöm szépen. Éhes is vagyok, nem csak szomjas, úgyhogy... Hé, hé. Ja, hogy hozzá. Hát igen. Hát gyerek. Igen. Kell nekem ilyen zöld saláta. Kell egy olyan, oda be. Szeretnék ilyen csokisokat. Ebből az almásból kéne nekem ebből. Megkívántam a pudingokat.
basszus, hogy megvolt a bevásárlás, jöhet az etetés. No, God, please, no! Mi van? Én. Kérem a hamhamot. Ide morzsálsz a kocsit. Nőkkel. Az új kocsimban már szét van gyuázva. Egyébként, tényleg azt mondtad, hogy mint tudjátok, én egy hybrid autót vettem, és sokan elkönyveltek engem annak, hogy én úristen dízelutáló vagyok, meg régi kocsi utáló, holott én egy szóval nem mondtam ilyet. Közben csak annyit mondtam, hogy én személy szerint nem értem, hogy miért kellene dízelt venni, de csak ha a természetre gondolok, szóval értitek, ezt hangoztattam is. Az emberek nagyon szeretik kiforgatni a szavaimat, és azt hiszik, hogy úristen, most öleksz egy dízelutáló vagy régi kocsit, holott nem, egyáltalán nem. Rossz akarok, mindig is kiforgatták a szavaimat. No, de menjünk haza, mert még hátra van a napból egy jó adag azért. A few moments later. Most, hogy hazaértünk, következik a zaba time, mert nem ettem eleget. Illetve te zabálsz és zabáltatsz. Még elmegy ez a fajta igen. Rabszolgaság? Igen. Durulhatok, ha gondolod, be fog durulni. Na, akkor vegyük le atombutára a beszélgetést. Milyen gusztó. Fúj! Mi az, hogy fúj? Tudod, de milyen finom? Az mindegy, csak nem gusztán néz ki. Dehogy nem. Ez már finom. Finomabb, mint az almás tészta, habár csak egy kicsivel. Eskü, jobban esik enni, hogy valaki adja szállatba. Van ide. Most jön az, ami még nem volt. Ezen mi van rajta? Semmi. Így van. De meg fogod tölteni azzal, leírod szépen, hogy mi mindent szeretsz bennem. És akkor írhatom azt is, hogy semmit. Miért nem láthatjuk? Mit írsz? Igen, magyar óráról elkéstem. Semmit se szokott csinálni. Ez is két T, ugye? Mi? Vagy ki nem szokott semmit se csinálni? De ez így nem... Ez így nem értem, hogy az hogy függ össze. Nem csinálok neked kaját. Nem viszlek el ide-oda. Nem szoktam segíteni a gépen. Nem szoktam a Steam fiókot feltölteni. És még sorolhatnám. Segítőké... kész. Ennyi. Ennyi. Jó szakács, na végre valami. Annyi minden, hogy eszébe se jut, hogy melyiket írnak. Ugye? Egyébként most elmegyünk fotózni, az azt jelenti, hogy Klemi csinál nekem képeket, és ő nem kap egyet se. Nem, amúgy ne is csinál neki. És István szeretne szöllőt. Nem tudom, azt mondja, megkívánta tőled. Mutattad neki a szöllőt? Úgyhogy most én megparancsolom, hogy viszel Istvánnak szöllőt. Tőle! Cső! Itt a szaros szöllőt. Ennyi. Ennyi. És megcsipigetted? Mi az, hogy megcsipigetted? Az nem elég nektek? Ez milyen kiszállítás? Ezért fizettem volna. Fizetne csak el érte. De én fizettem volna érte. Követeled a szöllőt, nem tetszik a minőség? Most, hogy István megkapta a szöllőjét és kikritizált minket, meg kell bosszulni ezt. A fotókereig lecserítem a pólómat, megnézzük, hogy Klemi hogy tud fotózni. Nem tetszik? Valami nem tetszik? Mi? Faszi szedte, kemény vagy? Jobbakat kell csinálni. Nézd meg, milyen szép lesz. Na hollám, na, oh my god, jaj, úristen, a levél szebb, mint én amúgy. Kleminek is kell csinálni képeket, azért, mert jó fej vagyok. Eddig hogy telik a csicsuklós nap egyébként? Jó. Úgy érzem, hogy kíméletes vagyok. Mi? Fogad kellett mosni, meg kellett ötöselek, nem egyszer. Hát, de kit érdekel, az a könnyű dolgok. Persze, fiam. Megyünk haza. És leittam magam. És Klemi leitta magát. Nekem eszembe jutott, hogy megkívántam a kürtös kalácsot. Nem fogok így felkelni. Megkívántam a kürtös kalácsot. Ott a kürtös kalácsos. Hozzál egy kürtöst. Nem. Olyan nincs, hogy nem. Úgy nézek ki, mint aki be van pisilve, Alek. Olyan nincs, hogy nem, Klemi. Hát meg kell csinálni. Cső, te! Császtok! Hát mi jó? Ha gondoltam egyet, ide szarok, de. Ide az autó elé? Ja, itt gurulok el, nézem, mi a Isten. Kürtös kalács rendel. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Most miért vagy ilyen vérges? Nem szakad el! Szakadj már! Jó, kérsz? Nem. De miért vagy most ilyen vérges? Így kellett kiszálljam! De az csak egy túl! És nézek, úgy nézek mindenki, be van pisíve, tiszta víz itt, minden. Pedig ez lájtos csicskítás. Lehetnék szigorúbb és rosszabb. 20 minutes later. Mivel, hogy leszállt az éjszaka, most már csak egy dolgot kérek tőled, mert én kedves testvér vagyok, és nem ugráltatlak ide-oda. Fáradt vagyok, és aludni akarok, és esti mesét szeretnék. Aludj el! Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy vinetta. És egy flakon. A vinetta... What the fuck?!
akart inni a flakonból, és közben találkozott egy pandával. És... Nagyon szar volt egyébként. Nem. Milyen volt a csicskulós nap? Szuper! Végre, végre. Mi az, hogy végre? Azt mondtad, élvezted? Kedves testvér vagyok, elég volt a csicskulásból, este van, fáradtak vagyunk, menj lefeküdni, én is megyek lefeküdni, dobjatok egy lájkot és iratkoztok fel, hogyha tetszett a videó, és akkor találkozunk legközelebb, sziasztok, sziasztok!